A 361. tanév kezdésére szólított a jelképes csengőszó ez év szeptember 1-én a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnáziumban. Az intézmény, mint közismert, 2015. szeptemberétől tiszta profilú, klasszikus gimnáziumi képzést nyújt. Hogy milyen körülmények között indult az új oktatási év, erről kérdeztük az iskola új igazgatóját, Dér Balázsné Dobi Incit. A 2017-18-as tanévben, hála jó Istennek, 3 új osztályt sikerült indítanunk. A 7. ások, ugye ők a 6 évfolyamos képzésben matematika, biológia emelt szinten tanulnak, ők 31-en vannak. A 9. osztályban most 2 osztályunk indult, vagy a 9. évfolyamon. A 9. B-sek egyszerűbb kifejezéssel a nyelvi specesek, ugye ők angolt és német nyelvet tanulnak emelt óraszámban, ők 34-en vannak, és a 9. C osztályban az általános tantervű gimnáziumi képzés egészült ki, emelt óraszámú informatika képzéssel, ők 25-en vannak. Így most az intézményben a szeptember 1-i létszám 341 fő. Mint megtudtuk, az iskola tanulói létszáma alapvetően nem változott az elmúlt tanévhez képest. A létszámban túl nagy változás egyébként nincsen, és azok a gyerekek, akik kiiratkoztak, 99%-uk azért hagyta el az intézményt, mert Szombathelyre, Pécsre, Balmazújvárosra költöztek, tehát igazából nem az intézménnyel nem voltak megelégedve vagy a képzésünkkel, hanem a család döntött úgy, hogy Hajdúnánást elhagyja. De egyébként igen jó hír számunkra, hiszen 85 végzőst búcsúztattunk, és most a mostani bejövő 3 osztályunk, ugye ezzel a létszámmal tulajdonképpen úgy szintre hoztuk. Országos szinten sokat hallhattunk az elmúlt hetekben a nagymérvű pedagógus hiányról. Mi a helyzet a Kőrösében pedagógus létszám tekintetében? A környékbeli intézményvezetőkkel volt egy egyeztetésünk, ahol komoly pedagógus hiány van. Nagyon nehezen tudták a betöltendő állásokat egyáltalán válogatni pedagógusok közül, erre nem nagyon került sor. Nekünk ebben is nagyon nagy szerencsénk volt. Minden állást be tudtunk tölteni, minden órának megvan a maga helye. Mint ismeretes, az iskolában igen erős a nyelvi képzés. A választható idegen nyelvek számát ettől a tanévtől bővítették. Ettől az évtől a francia és az orosz nyelv is választhatóvá vált. Az orosz nyelvet az eddig is a gimnáziumban tanító Tóthné Harsány Janikó tanárnő tartja, a francia nyelvet pedig az általános iskolából, a református általános iskolából dr. Horváth Népolyák Dóra tanárnő viszi. Úgy gondoltuk, hogy az angol és a német mellett adjuk meg a lehetőségét, és most itt csak a belépő osztályokról beszélek, tehát a 7. és a 9. évfolyamnak, hogy második idegen nyelvként, tehát az angol és a német nem veszti el elsődleges funkcióját, második idegen nyelvként, aki szeretne, az tanulhat franciát, illetve oroszt. Miután ez az iskolatípus alapvetően a tovább tanulni szándékozókat szolgálja, mindig fontos visszajelzés, milyen átlagot ért el az iskola a felsőoktatási intézményekbe felvett hallgatók tekintetében. A 12. ások, ugye ők a matematika, biológia emelt szintű osztályból, 86%-uk került be felsőoktatású intézménybe, tehát főiskolára, egyetemre. A 12. B-sek, ők voltak ugye a nyelvi emelt szintű osztályunk, ott 96,8%-os az arány, és a 12. C-sek általános tantervű gimnáziumi osztályunk 60%-a folytatja a felsőoktatásban a tanulmányait. Ez az iskola összességében azt jelenti, hogy 81%-a a tanulóknak felsőoktatású intézményben folytatja. Összességében 81%-os az eredmény, de ehhez hozzá kell tenni azt, hogy a 85 végzős közül 13-an szakmát tanulnak, tehát ez érettségire épülő szakképzést jelent, és 3-an már munkába álltak. A nyári szünetben a szokásos karbantartási munkák mellett egy nagyobb arányú felújítás is megtörtént, amely a város tekintetében is fontos tényező. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy dr. Ercsei Zoltán és családja a
gimnázium dísztermét választotta, nyilvánvalóan a fenntartó egyházközség elnökségének és a városvezetőinek köszönhetően, annak a fakazettás mennyezetnek az otthonául, ami augusztus hónapban beszerelésre került. Egy csodálatos adomány ez, hiszen olyan festett kazettákat lehet látni, ami a hajduvárosok címereit, illetve az úgynevezett trianoni keresztet formálja, és olyan bibliai idézetekkel, a himnusz a szózat egy-egy elemével tarkított, ami nagyon impozáns és mindenkinek a csodálatára méltó. A nagyon szépen felújított díszterem, az ott elhelyezett relikviák már mindenféleképpen idegenforgalmi vonzerővel bírnak, bár az iskola fontosabb eseményei, ünnepségei is ebben a teremben zajlottak eddig. Eddig is azoknak az ünnepségeknek adott otthont a díszterem, ami ugye itt az iskolában rendhagyó módon tücsökavató, irodalmi esteknek, színpadoknak, vagy színpadi előadásoknak, különféle előadóknak, a Debreceni Egyetemnek a dejárata is ott kapott helyet, tehát ezt a funkcióját nyilvánvalóan megőrzi, de valóban egy olyan nagy közönség számára is impozáns ez a kazettás mennyezet, hogy ezt mindenképpen szeretnénk, hogy ezt minél többen láthassák, és nyilván az adományozó is ezt kérte. A körös is iskola kezdési információk után nézzük, hogyan indult a tanév városunk másik középiskolájában, a Berettyó Újfalui Szakképzési Centrum Csihagyőző Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában. Mint minden tanév, itt is a nyári karbantartási feladatok ellátásával kezdődött meg igazán. Több tantermet kifestettünk, vannak olyan helyiségek, amelyek most kerültek kialakításra, mint például egy mérőlabor a Bocskai utcai telephelyünkön, és hát egy kinti nyári laknak az előkészleteit kezdtük meg egy kis fedett helyet a diákoknak, ahol esőben is mondjuk a büféből vett uzsonájukat el tudják fogyasztani. Tehát igyekeztünk olyan külcsényt kialakítani, amelyet vonzóbbá tesszük, így például az udvaron a tanműhelyi épületeket is újra vakoltuk. Egy kicsit görögös stílusban, de én azt hiszem vonzóvá tettük az udvart, és még inkább a diákok számára. Mint megtudtuk, jelenleg is elég nagy létszámmal indult a 2017-18-as tanév. A tanulók létszámát tekintve egy körülbelül 500 fős létszámú középiskolaként vagyunk jelen a városban, amelyből a felnőtt oktatásban majdnem 100-an tanulnak, és a többiek ugye a szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzésben vesznek részt. Az idei tanévben is, mint tavaly, egy szakgimnáziumi osztályunk és 3 szakközépiskolai osztályunk indult. Ugye a szakgimnázium osztályok azok, akik érettségre és szakmai vizsgára készülnek, a szakközépiskolai osztályok pedig, akik ugye a régi néven szakmunkás vizsgára készülnek fel, és lehetőségük van majd még utána itt maradni, érettségit szerezni. A szerkezetük szerint csoportokba soroljuk ezeket a termékeket, laptermékek. A Csihában ebben a tanévben is a hagyományos szakmák képzésére jelentkezhetek az érdeklődő diákok. A klasszikus szakmunkás képzésben az idén indult kőműves, szociális gondozóápoló, asztalos, eladó, hegesztő és épületi szerkezetlakatos szakmák. Ezek általában a klasszikusak, ami váltásként szokott bejönni, az a gépi forgácsoló szakma lehet, illetve szeretnénk majd bizonyos új szakmákban vagy régi szakmákban jövőre visszagondolni is. Ez az intézmény egykoron a férfi-női ruhakészítő szakma fellegvára volt. Mára ez a képzés teljesen megszűnt. Vagy 6-7 évvel ezelőtt volt egy varrós, visszahozós kísérletünk, és nem jött össze, és azért tudni kell, hogy a varró szakma az a Dunántúlon hiány szakma, és ott keresik, és ott még ösztöndíjat is adnak a képzésben résztvevőknek, viszont a keleti régióban nem. Meg hát találkoztunk azzal, hogy a szülők sem szívesen adták ugye a munkatapasztalatok után a gyereküket erre a szakra, úgyhogy ezért kerestük akár az eladót, akár a szociális gondozó szakmákat is nekik.
Az intézményben az úgynevezett 13. évfolyamon a szakérettségizettek még újabb szakképesítést is szerezhetnek, tájékoztatott tovább igazgatóasszony. A 13. éves képzések indultak, tehát a nálunk érettségizett diákoknak van gépgyártás technológiai technikus, kisgyermekgondozó nevelő és turisztikai szervező szakmai képzés. Vártuk volna a gimnáziumban érettségizetteket is, de azoknak a rendszer csak azt biztosítja, hogy 2 év alatt tudják ugyanezeket a szakmákat az intézményben megtanulni. Sajnos annyi jelentkező a 2 éves képzésekre nem érkezett, hogy el tudjuk indítani, de jövőre tekintve már most felhívnám a gimnáziumban érettségizők figyelmét, hogy aki szeretne szakmát tanulni, bátran érdeklődjön a Csihában is. Nagy létszámú iskola, szakképzés meglehetősen nagy pedagógusi, oktatói gárdát igényel. Van-e pedagógus hiány az iskolában, hiszen az elmúlt hetekben meglehetősen sokat hallhatunk mindenről országos viszonylatban? A bent lévő kollégáinknak óráik megvannak, sőt van, aki úgymond túlmunkában dolgozik, viszont azzal, hogy a képzések az utolsó pillanatban indultak el, illetve a felnőtt oktatásban is ugye most igazolódott, hogy a CNC gépkezelő és a mérlegképes vállalkozási könyvelő is fog indulni, ezért szükségünk van több óraadónak a foglalkoztatására, de szerencsés módon úgy néz ki, hogy minden összejön, és sikerült megfelelő számú embereket a feladatra megtalálnunk. A szakképzésre különösen nagy gondot fordítanak országos és helyi szinten is. Mivel lehet a gyerekeket bevonzani az iskolába, milyen ösztöndíjak, támogatások segíthetik mindezt? A szakmai képzésekre ösztöndíjakkal lehet becsalogatni a tanulókat. Ugye a szakközépiskolai szakmai képzésekben tanulóknak a Szabóki Adolf ösztöndíj van ott, illetve a város szakképzési ösztöndíját tudjuk felkínálni nekik, hogy megpályázzák egy teljesített szakmai fél év után. A másik lehetőség ugye az útra való program, ahol út a szakmához programon belül lehet a diákoknak plusz anyagi juttatáshoz jutniuk, és tavalyi év novemberétől létezik a szakképzési hídba kerül diákoknak is a havi ösztöndíjrendszere, amely ugye elvárja, hogy hiányzásmentesen teljesítse a tanítási napjait, hónapjait, és akkor havi juttatásban részesülhet a diák, és úgy veszük észre, hogy ez a hidasoknál is egyfajta motiváló erőként hat. Beszélgetésünk végén igazgatóasszony elmondta, hogy rövidesen egy nagyszabású beruházás kezdődik az iskolában. Egy energetikai beruházás várhatóan indul, 198 darab napelemet fogunk kapni a székhelyi épületre, amely ugye egy kicsit segítheti az energiafogyasztásunkat és a megtakarításokat, illetve hosszú távon merem azt mondani, hogy tervben van, hogy az intézmény szigetelését, ablakainak a cseréjét is gondolja, nem csak a Beletyőföldi Szakképzési Centrum főigazgatósága, hanem akár fentebb a Nemzetgazdasági Minisztériumból is érezzük azt, hogy van egy támogatás erre. Bízunk benne, hogy akár 1-2 éven belül itt is megtörténhet egy olyan iskolátadás, mint a Centrum Beletyőfalui intézményében, ahol most ősszel egy felújított iskolát kaptak vissza a diákok. Úgy tűnik tehát, ez a tanév is különösebb probléma gond nélkül indult. A fenntartók, az iskolák vezetése most is megfelelő körülményeket tudnak biztosítani a nyugodt tanítás, oktatás számára, diákoknak, pedagógusoknak egyaránt.